Érkezik a Karácsony Manó a gyermekklinikára, most süteményeket hozott. A kórtermekbe azonban még ő sem mehet be. Idén sajnos teltház van a Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályán, ahol rosszindulatú daganatos, illetve leukémiás gyermekeket kezelnek. Jelenleg 15 kisbeteg fekszik bent, de kezelésre és kontrollra is sokan járnak ide a régióból. Mi azért sűrűn jövünk ide, mert még itt a kezelésnek úgymond a erősebbik szakaszában vagyunk. Van, hogy egy hetet itt kell töltenünk, de van, hogy csak 2-3 napot. Haza úgy engednek minket, hogy lehet, hogy csak 1-2 napra. De akkor is van, hogy vissza kell jönnünk, megnézik a vérképét a kisfiamnak, és hogyha rendben van a vérképe, akkor maradunk, akkor folytathatják a kezelést. Az Eurakvilló Alapítvány az onkohematológiai osztály munkáját segíti, eszközbeszerzéssel, személyi és tárgyi feltételek javításával, valamint élményprogramokkal. December elején jótékonysági futást szoktak szervezni, amit idén csak online formában tarthattak meg. Eredetileg szerettünk volna egy Mikulás futásos hasonló futást bent a belvárosban, ezt kellett újra szerveznünk, és hát alkalmazkodtunk az online világhoz, és meghirdettük ezt egy egyéni online futásra. Nagyon sokan jelentkeztek az ország minden tájáról, több mint 50-en, nekik elküldtük a sapkát, ők küldik vissza nekünk a fényképeket, úgyhogy ez nagyon nagy siker volt. És ahogy mire gyűjtünk, hát mindig van valami, amit szeretnénk, úgyhogy most jelenleg biopsziestüket fogunk vásárolni, illetve hát szeretnénk fejleszteni az eszközparkot az osztályon. Az alapítvány minden hónapban tematikus foglalkozásokat tart a beteg gyerekeknek, de erre idén nincs lehetőség. Éva csak elhozza a kézműveskedéshez szükséges eszközöket, alapanyagokat, és a szülők készítik el az ajándéktárgyakat a gyerekekkel.